I've been lost and found. I hope they're coming, I can hear them running. I once met peace, he said that he soon would have the answers to this hurt. And my mind was made up, I would never give up. Április 13-án egy ilyen nagyon hangulatos dallal köszöntjük a Kívánságkosár nézőit, és hogy kinek a tolmácsolásában hallottuk, az rövidesen ki fog derülni, Noémi mindjárt elárulja önöknek. Igen, ő Elnur Huszajnov, aki Azerbajdzsánt képviseli majd a 60. Euróvíziós Dalfesztiválon Bécsben, és szombat óta a fiatalember itt tartózkodik Magyarországon, így hát meghívtuk őt a Kívánságkosár stúdiójában, nagy örömünkre elfogadta a meghívást, el is énekelte önöknek a versenydalt, hamarosan beszélgetünk tehát a fiatal tehetséggel, de köszöntjük a névnaposokat, ők ma az Idák, Isten éltesse önöket. Isten éltesse a névnaposokat és a születésnaposokat egyaránt. És hogy miből válogathatnak, milyen dalokból, azt rövidesen megmutatjuk, de előtte elmondjuk, hogy kik lesznek még a vendégeink. Itt lesz Paja Bea, aki a hétvégén egy dupla koncertet ad, ezzel kapcsolatban beszélgetünk majd vele, de eljön hozzánk egy legendás dalszövegíró, író, költőember is, akit bizonyára nagyon-nagyon sokan ismernek, és a dalait meg nagyon kedvelik, ő Bradányi Iván, aki a hétvégén ünnepelte félkerek születésnapját, úgyhogy vele is beszélgetünk. De ellátogat hozzánk Magyar Attila és Szerednyei Béla is egy Madách színházbeli bemutató kapcsán, erre majd április 18-án kerül sor, a darab címe pedig Agyeldobás. Ezek lesznek tehát a mai témáink, most pedig mutatjuk önöknek a kínálatot, a mai 20-as listát, válogassanak belőle kedvük és ízlésük szerint, no persze figyelembe véve azt is, hogy kinek szeretnének üzenni, és ha mindez megvan, akkor tárcsázzák a telefonszámunkat 759 55 15-ös. Van egy másik telefonszámunk is, ez a 759 5050-es, ez a közönség szolgálaton cseng. Ide műsorainkkal kapcsolatban tehetnek észrevételeket, megjegyzéseket, de írhatnak is nekünk.
1037 Budapest, Kunigunda útja 64-es, ez posta címünk. Kérjük, hogy a borítékra, képeslapra írják rá, hogy a kívánságkosár szerkesztőségének szánják a levelet, így megkapjuk azokat. Biztosan, akár csak az e-maileket, ez pedig a kívánságkosár@dunatv.hu, de megtalálnak bennünket a legnagyobb közösségi oldalon, a Facebookon is, oda is küldhetnek üzenetet, a 20-as listát pedig a Teletext 395. oldalán újra elolvashatják. Most pedig Jóska megosztja önökkel a mai nap mottóját. Oscar Wilde-tól választottuk a mai nap mottóját, és így hangzik: minden zugocska, amelyet szeretünk, egy világ a számunkra. És ezek után már is Noémi első vendégével beszélget. És én már köszöntöm is a stúdióban Elnur Huszajnovat, aki Azerbajdzsánból érkezett, és szombat óta itt tartózkodik Magyarországon. Hát Isten hozott, nagyon örülünk, hogy ha már Budapesten jársz, akkor ellátogatsz hozzánk is. Hogy érzed magad, hogy tetszik a mi országunk, városunk? Köszönöm ezt a nagyon meleg fogadtatást. Én nagyon-nagyon-nagyon tetszik járkálva a városba valóban. Nagyon sok pozitív benyomás ér, és ez nagyon tetszik nekem. Ezen túl valahogy mindig az emberek, látom, hogy az emberek hogyan kontaktálnak az állatokkal, és az egészet. Jó, te tekintettel arra, hogy nagyon gyakran érzelmek irányítanak az élet, persze néha az agyam is irányít. Ez minden úgy általában, igaz? De, igen, és... nagyon sok meleg, pozitív érzelmeket keltett bennem ez a város, és ez nagyon jó leső érzés. Nagyon jó, hogy a Földön vannak egy olyan ország, egy ilyen város. Na hát te majd még megérjük, hogyha hazaérkeztél Azerbajdzsánba, majd az emlékeidből inspirálódva írsz egy dalt. Talán Budapestről, a magyarokról, hát kíváncsian várjuk, de természetesen maradjunk az Eurovíziós Dalfesztiválnál, és annál a ténynél, hogy nem először van szerencséd ehhez a versenyhez. Igen, valóban. 2008-ban képviseltem, akkor duettben énekeltünk, ez volt az első alkalom, mi voltunk akkor az elsők Azerbajdzsántól, pillanatnyilag pedig szólistaként veszek részt. Ez persze teljesen más, mikor egyedül vagy a színpadon. Nagyon fontos az üzenete a számnak, amit most, és nagyon szeretném, hogy ez sok emberhez eljusson, hogy mindig az életben mindig a pozitív irányba menjünk, és olyan embereknek szóljak, aki leeresztette a kezét, minden embernek lehet a problémák az életében, és hogy vegyenek erőt maguknak, és menjenek tovább, mert az embereknek mindig előre kell menni, mindig előre kell nézni, és mindig pozitívan kell az életre tekinteni. Így is választottad a dalt, tehát kifejezetten az Eurovízióra íródott ez a dal? Mert most elmesélted, hogy mégis mi az üzenete és mihez szól, és Európában nagyon helye van egy ilyen dalnak, egy ilyen üzenetű dalnak. Néhány dalt bemutattak nekem a Nemzeti TV csatornánk, és ezekből választottam, ezt választottam. Egy kicsit a szövegen módosítottunk, mert ott egy lány iránti szerelemről volt szó, és én mindig azt gondolom, hogy nekünk nem is problémákról, hanem inkább pozitív dolgokról kell, és hogy a szerelem az mégiscsak mi győzelmi. És természetesen az ember iránti szerelem, a föld iránti szeretet, ezért én mindig arra törekszem, hogy a szeretet az mindent felüljeljen, a természetet, a földet, stb. Nemrégiben meg is nyertél egy tehetségkutató versenyt, és rekord mennyiségű szavazattal. Nyilvánvalóan ez a fajta népszerűség hozzájárulhatott ahhoz, hogy az Eurovízión is te képviselhess majd hazádat. Mihez szeretnél kezdeni ezzel a fajta népszerűséggel? Akár Európában, akár a versenyen túllépve majd a karriered további építésében. Я не слышал, все сначала.
az első perctől, az első mondat az nem hangzott el, lehet, hogy esetleg az elejétől még, ami elhangzott, megismétel. Igen. Egy tehetségkutató versenyt nyertél meg nem régiben, rekord szavazattal, és nyilvánvalóan ez a fajta népszerűség hozzájárulhatott ahhoz, hogy Azerbajdzsánt te képviseld majd. Mihez szeretnél kezdeni ezzel a népszerűséggel, hiszen ez egy óriási fegyver pozitív értelemben egy művész kezében, hogy minél több emberhez szólalhat, hiszen nagyon sokan kíváncsiak rá. Valóban ez nagyon jó, én ennek nagyon örülök, és ez azt jelenti, hogy egyre több velem hasonlóan gondolkodó ember figyel rám, ez nagy örömet okoz, és természetesen ez hatással volt. Nagyon sok tervem van az életben egyébként, és remélem, hogy ez mind sikerülni fog, de nem akarom most nyilvánosságra hozni valamennyit, de minden pozitív irányba fog haladni, és remélem, hogy ez mind így is fog sikerülni. Na hát bár nem árultad el, én sok sikert kívánok ezek megvalósításához. Még egy kérdés, ez az Eurovízióval kapcsolatos. Mennyire kíséred figyelemmel az egyes országok dalainak útját, és ismered-e például Bogit, aki Magyarországot képviseli majd, illetve a Wars for Nothing című dalt, és mit gondolsz ezekről? Személyesen nem ismerem, ma találkozni fogunk vele, meghallgattam a dalt. Tehát az üzenete szinte ugyanaz az ő dalának, mint az enyémnek, és ez nagyon nagy örömmel tölt el, mert ő is harcol a békéért, és bízom benne, hogy nagyon jó barátok leszünk, és majd kezet fogva fogunk harcolni a jóért és a negatív ellen, ami a Földön van. Nagyon tetszik, ahogy kinéz, nagyon tetszik a dal. Nagyon lágy hangja van, és így adja elő is. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, mert lehet nagyon agresszíven próbálni ellenállni a rossznak, és lehet felhívni arra, hogy legyen jó, legyen béke, és ezt nagyon szépen és jól csinálja. Majd együtt fogjuk ezt megtenni. Így legyen, hát ha majd személyesen megismered, akkor biztos vagyok benne, hogy még tovább nő benned ez a fajta szimpátia, ami így egyelőre csak a látvány, illetve a dal után. Köszönöm szépen, Elnur, hogy beszélhettünk. További kellemes időtöltést itt Magyarországon. Meddig maradsz még? Csak egy fél mondatban. Én ma már elutazom. Akkor jó utat kívánunk neked, és köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Sok sikert majd Bécsben. Jóska, tiéd a szó.